Doing science is a lot of fun. április 2013 első hetében Magyarország elsősorban Szeged vendégszeretetét élvezte Bert Szakman, Nobel-díjas fiziológus. Az ő látogatásának hiteles története következik. kétezer-tizenkettő a Szegedi Tudományi Egyetemen Szent Györgyi Albert emlékéjé volt. 80 évvel korábban történt ugyanis, hogy a tudós bejelentette: megtaláltuk a C-vitamint. 5 évvel később, azaz 75 évvel ezelőtt ezt a felfedezést Nobel-díjjal ismerték el. Ő volt a Svéd Királyi Tudományos Akadémia díjazottjainak sorában a negyedik magyar, de mindmáig az egyetlen, akit itthon befejezett kutatásaiért ismertek el. 2012. márciusának végén 9 Nobel-díjas kutató érkezett Szegedre, Szentgyörgyi sikerének városába, arra a konferenciára, melyel ezen évfordulók előtt tisztelget a helyi és a nemzetközi tudományos világ. Bert Szakman a 9-ek egyike volt. Minden megnyilvánulásából érezni lehetett, hogy a szakmai érdeklődésen kívül más is vonzotta a magyarok felé. I'm very honored to be invited to Hungary because for a German of my generation, there are really 3 dates that relate Germany to Hungary, which have been very, very influential on people of my generation. One was what is referred to as the Hungarian Revolution. I still remember as a 14-year-old boy, I was watching or listening to the radio almost every night and every day, from the beginning to the sad end of this enterprise. And for us, Hungarians were sort of heroes for the young generation. 2013. januárjában a konferencia sikerén felbuzdult szervezők létrehozták a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítványt, melynek legfőbb célja, hogy újra legyen magyarországi, pontosabban szegedi Nobel-díjas kutató. Ez az alapítvány a jövőt célozza meg, egy fényes jövőt. A fiatalok számára azt ígéri, hogy ha jó vagy, ha okos vagy, ha szorgalmas vagy, ha felfigyelnek mások és te magad a saját tehetségedre, akkor akár Nobel-díjas is lehetsz. A jövőben benne van minden, tehát a tudományos kutatások támogatása, szereplések, a legjobb kvalitású kutatók, tudósok anyagi erkölcsi megbecsülése, ide vonzása az egyetemre, olyan környezet megteremtésének, most legyek egy kicsit szerényebb, elsősorban csak az elősegítésével, ami mindezt lehetővé teszi. kétezer-tizenhárom tavasza az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák időszaka volt. A Szegedi Tudományegyetem 4 szekció megrendezését is magára vállalta. Az ezt beharangozó sajtótájékoztató jelentette be az alapítvány képviselője, hogy a 31. OTDK orvos és egészségtudományi szekciójának díszvendége 2 Nobel-díjas kutató lesz. Tavaly már a Szentgyörgyi konferencián itt volt 9 Nobel-díjas, a világ hírességei jöttek el Szegedre, és lám lőn csoda, idén is 2 elfogadták ezt a meghívást, úgyhogy az alapítvány ebben fog reményeink szerint nem csak most, hanem a jövőben is kiemelkedő szerepet játszani, hogy koordinálja a Nobel-díjasok érkezését. Most ugye egy különleges találkozója a Nobel-díjasok jövetelének a Országos Tudományos Diákköri Konferencia itteni szervezése. A látogatás megszervezése, a tervezett programok az alapítvány egyik fő feladatával csengenek össze, mely nem más, mint az, hogy a tudományos karrier előtt álló fiatalokat összehozzák a már befutott, így életpályájukkal példát mutató, a legmagasabb elismerésekkel bíró kutatókkal. Az alapítvány színrelépésének első alkalmául ezért is választották a 31. OTDK orvostudományokhoz kötődő szekcióját. Azt gondolom, hogy ennek a Hungarikumnak az igazán hát nagy értéke az az, hogy egyfajta seregszemle a tudományos utánpótlás számára, hiszen szinte kizárólag ezeken a lépcsőkön keresztül vezet az út egy későbbi
oktatói-kutatói karrierhez. A Nobel-díjasok fogadását, vendéglátását, programjainak szervezését az alapítvány teljes egészében magára vállalta. 3 nappal a Bert Szakman és Aaron Chia Nobel érkezése előtti utolsó stábülésen már mindenki csak pontosította, ki miért felel. Ki gondoskodik a vendégek szállításáról, ki arról, hogy minden programra időben odaérjenek, ki koordinálja a háttéreseményeket, a sajtó megfelelő tájékoztatását, és a látogatás fotográfiákon, valamint filmfelvételeken való megörökítését. Bármennyire körültekintően precízen eltervezett forgatókönyvvel készültek is a szervezők, ahogy mondani szokás, homo proponit, deus disponit, azaz ember tervez, Isten végez. A szokottnál is hidegebb tavasz elő, Aaron Chia Nobelt otthon, pontosabban betegágyban marasztotta, de Bert Szakman vállalta az utazást. Húsvét hétfő délután 6 óra körül már sajtómunkások lepték el a Szegedi Kölcsey utcát, és várták, hogy feltűnjön egy szürke autó. Ebben utazott a Liszt Ferenc repülőtérről Szegedre Bert Szakman. A német fiziológus végzettsége szerint orvos, de a mérnöki tudományokhoz is vonzódott. Talán ezért is választott kutatóorvosként biofizikai jellegű témákat. Lehet, hogy most még nem mindenki tudja, Bert Szakman mivel is érdemelte ki a Nobel-díjat, de erről majd később esik szó. Addig is nézzük, hogy a rendkívül fiatalos kutatóorvos második szegedi látogatására milyen határozott elképzelésekkel érkezett. Again and see at the university the place where the 56 revolution started. Mm-hmm. I also would like to see again the memory for the Hungarian football stars, which is close to the hospital, and definitely I would like to go to the park, your national park. Mm. I was there half a day, and I could see. I got a good impression, but I would like to go back there. És úgy tűnik, a magyar táj és történelem mellett már a magyar nyelvet is ízlelgeti. My only word is közülön. Ha Bert Szakman látogatásának programjait vesszük számba, az első nap volt a legzsúfoltabb. Az események sora délelőtt 11 órakor a Városházán kezdődött. A minden évben egy vagy több Nobel-díjas tudós meglátogatja a szegedi kollégákat, és a szegedi kollégákkal tud adott esetben a saját tudományterületükön szót váltani, eszmét cserélni, akkor bizonyos új nézőpontokkal, új szemléletekkel esetlegesen a saját kutatásaikat fel tudja lendíteni, és ennek köszönhetően akár a később évben több szegedi nemzetközileg elismert díjas kutatónk is lehet. And actually, this is the dome is around here, so this is at the right side. I will show you during the tour. Tomorrow. Okay, great. Az alapítványnak jelenlegi támogatói a Szeged városa, akik már a múlt évben is segítettek abban, hogy 9 Nobel-díjas ide tudjunk hozni, a Richter és a Sanofi gyógyszergyárak, és mellettük sikerült megnyernünk támogatónak a Magyar Fejlesztési Bankot, akik úgy szintén elhivatottak a fiatal tehetségek megtalálásában és a tudomány felé történő megtartásokban. Azt reméljük, hogy ezen támogatókhoz a következő években új támogatókat is meg tudunk nyerni magunknak, és ezen aktivitásainkat folytatni tudjuk. Ezen a borongós április eleji napon a délutáni események főhelyszíne az Egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja volt. A programok sora közös sajtótájékoztatóval kezdődött. Az újságírók egyszerre kaphattak képet a 31. OTDK orvos és egészségtudományi szekciójának színvonaláról és a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjét Alapítvány célkitűzéseiről. Itt merült fel az a kérdés, hogy kinek a feladata az, hogy a tehetséges fiatalok itt maradjanak, vagy visszajöjjenek, hogy itthon is lássák kutatói létük biztosítékát.
ha egyszer sikerült, akkor azt lehetne mondani, miért nem sikerülhet újra, akkor sem voltak az országban a gazdasági és a politikai viszonyok annyira rózsásak, mégis sikerült. Szent György Albert a Nobel-díjhoz vezető tevékenységét itt, ebben a városban végezte. De a gyógyszer kifejlesztése, a méretnövelés, a gyógyszer kialakítása, az pontosan az újpesti laboratóriumokban történt a kínaimban. Tehát én azt hiszem, hogy elsősorban ez a jelentősége annak, hogy mi most így együtt vagyunk, és a város és a kormányzat is támogatja ezt a kezdeményezést. Van egy bölcsesség, ami azt mondja, hogy alkotni csak megfelelő közösségben lehet, a közösségnek progresszívnek kell lenni. Én úgy érzem, ismerve az egyetemet, itt 3 évig, 4 évig professzor is voltam, itt nagyon alkotó a légkör, és ez nagyon fontos. Kutatói korfa szinte minden ága egy asztalhoz ült a tudomány jövője, a Jövő Tudománya című fórumon. A középiskolásokat egy csendes fiatal lány képviselte, a Deák Ferenc gimnáziumból. Mellette 2 fiatalember, az egyetemista szférából. Ők voltak az egyik oldalon. A beérett, tudományos sikereket felmutató kutatók, köztük a Nobel-díjas Bert Szakman a másik oldalon. A néhol vicces, néhol nagyon komoly állításokat is tartalmazó beszélgetés központi kérdése az volt, hogy kiből lesz kutató, mi kell ahhoz, hogy valaki elkötelezetté váljon, kell-e tennie a már sikert elérőknek is azért, hogy legyen utánpótlás. I used to say that every children is a born in physicist. But some of them finally will grow up. They don't find it in themselves. But you see, the problem is that there was a reform, I don't want to go into details, which actually shifted the focus towards abstract concept of science. And I would agree with Gabor that the interest in science comes from experimenting. You see something happening, can't be true, you know, I have to find out what's going on. If we compare the European science with the American one, I think the problem of Europe is not the quality of the scientists, but the structure of the scientific establishment, which is much more rigid than the American one. And probably that is the main reason why the American science is now more competitive. How can you imagine your career in 10 years, for example? That's a nice question. I think we all struggle with that. Personally, I have some problems because I don't really know about what to choose. I'm a medical student, so I can go into medicine, I can do research, and it's a bit hard to do things at the same time, but I think probably that's what I will try to do. So I don't really know yet. Camila, what about you? In university, and then I'll think about it afterwards. Okay, Maarten? Yeah, I think in 10 years I will be coming back to Hungary from England or another lab, and I will start my own lab here, I hope. Science is an enterprise that relies upon young people and their ideas, you know. And science will stop if we can't motivate young people to move into science. Láttuk már Szakmant könnyeden társalgó, néhol kiváló humorát is megcsillogtató közéleti emberként. A 31. OTDK orvos és egészségtudományi szekciójának megnyitóján azt is megmutatta, milyen az, amikor a szakmájáról beszél. Előadásában arra kereste a választ, hol születnek az agyban a döntések. Először azokat a kutatásokat idézte fel, melyek 1991-ben meghozták, ahogy az előadáson fogalmazott, az Erwin Néherrel közös fél Nobel-díját,
Az elismerést szerinte három megállapításáért érdemelte ki. Először nekik sikerült ábrázolniuk valós időben az ionok mozgását az ioncsatornákon keresztül, és sikerült bizonyítaniuk az ioncsatorna elméletet, miszerint a sejten keresztül az ioncsatornákon átáramló ionok felelősek a sejteken mérhető feszültségváltozásokért. Megállapították továbbá az ioncsatornák, mely részei felelősek azok működéséért. Ezen felfedezéseknek köszönhetően az ionok nagyon apró, billiomid méretű mozgása is mérhetővé vált. A patch-clamp technika pedig lehetővé tette, hogy a kiszakított membránon keresztül megvizsgálhassák az egyes ioncsatornák működését. Az előadás másik részében mostani kutatásairól, az agykérgi idegsejt hálózatok működésének vizsgálati lehetőségeiről beszélt. Ehhez felállítottak egy kísérleti modellt, melynek főszereplője egy egér. Az állat úgy érheti el a jutalomfalat csokoládét, ha átugrik érte az egyik oldalról a másikra. A vizsgálatok célja annak kiderítése volt, hogy születik meg az állat agyában a döntés arról, ugorjon-e vagy sem. Az egerek bajszuk mozgatásával tapintják ki a szomszédos platform távolságát. A kutató munkatársaival megalkotta az érintett agykérgi terület háromdimenziós modelljét, és kiderítette, más sejtek felelősek a bajusz mozgatásáért, és mások a tapintásért. Az azonban továbbra is kérdéses, végül hol születik meg a végső döntés az ugrásról. Valószínűnek azt tűnik, hogy olyan területen, amelyek egyaránt kapcsolatban vannak a tapintásért és a bajusz mozgatásáért felelős sejtekkel. Research in neuroscience is driven by curiosity to find out how a behavior is generated and how this translates into something usable or something that helps people is only possible if we have a basis of understanding of a particular behavior. Van egy óra a Domtéren, melyet a jeles szegedi órásmester Csúri Ferenc készített 1935-ben. Már a tér eredeti terveiben is szerepelt a déli homlokzaton elhelyezett zenélő szerkezet, melyet az egyetem jelképének szántak. Figuráit valóságos személyekről mintázták. A rektor alakjának ikletője Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. A dékánok, a diákok és a pedellus figuráit is valódi személyekről mintázták. Így 18-an együtt képviselik az egyetem egységét. Ezen az estén a zenélő óránk produkció rendező koreográfusai, ha csak egy pillanatra is, de igyekeztek megállítani ezt az órát, hogy a magyar néptánc és muzsika által komponált tökéletes egységet mindenki a saját szívében és gondolataiban vigye magával tovább. A lampionok is a múltat idézték, hiszen a 30-as évek diákjai esténként így vonultak végig Szeged utcáin. Egy ilyen rendezvény megszervezése, ami nagyon jó értelmű PR a tudomány számára, különösen akkor, hogyha a fiatalok vesznek benne részt, ez nagyon fontos. Szeretném várni az alapítványtól a tehetséggondozásnak a még fiatalabb korosztály irányába való kiterjesztését is. Tehát például az, ami holnap is történni fog, hogy a Nobel-díjas vendégünk középiskolákba látogat, hogy olyanokkal találkozzon, akikkel még nem biztos, hogy eldöntötték, hogy a tudományt vagy az egyetemet választják. Ezek mind nagyon fontosak, mert azért alapvetően mégiscsak a jövő az innen táplálkozik. Ez az előadás a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány első díjátadó gálaestje is volt. Kuratórium ezzel az elismeréssel azokat a fiatal kutatókat szeretné jutalmazni, akiknek kimagasló, nemzetközi jelentőségű felfedezésük volt. Fontos kritérium, hogy a felfedezéshez vezető kutatások meghatározó részét Szegeden kell végezni. A Szentgyörgyi Talentum díjra méltó kutatót az alapítvány kuratóriuma a Szegedre látogató Nobel-díjas kutatókkal közösen választja ki.
Jelen esetben Aaron Csihanover és Bert Szakman voltak a bírálók. A díjátadáson a német fiziológus személyesen vett részt. Az idei díjat a génkölcsönhatási hálózatok általános tulajdonságainak feltárásáért Papp Balázs nyerte. Elfogadjuk őt sok szeretettel. Részben azt jelenti ez a díj, hogy hasonló szintű színvonalú kutatásokat várnak tőlünk a jövőben is, hogyha nem még nagyobb színvonalú kutatásokat, hogy csak más nem mondjak, egy párszor elhangzott ma a Nobel-díj szó, amire nyilvánvalóan nem lehet se készülni, se úgy nem lehet kutatni az embernek, ez lenne a célja, és nyilván nekem se ez a célom, meg nem is tartom egy reális törekvési célnak, de ugye Szent Györgyi példája, meg a Nobel-díj lebegtetés, az finoman szólva fel is adja a leckét. Ki akarjuk azt használni, hogy Szegeden valóban ilyen jó adottságok vannak, tehát az egyetem kiváló, itt van az SBK, amely a biológiai, orvosbiológiai kutatásokban nagyon jól kiegészíti az egyetemet, és ezáltal egy olyan potenciál van Szegeden, amelyik tényleg, hogy úgy mondjam, tiszteletet érdemel, és szerencsére jönnek haza diákok, például a mostani Talentum díj nyertese, Papp Balázs, ő is egy, hogy úgy mondjam, hazacsábított fiatal kutató. Persze ő már egy eredményes, nagyon komoly, hogy mondjam, eredményeket felmutató kutató. A Nobel-díjas tudós mellett a nap másik állandó résztvevője, a különböző események moderátora Krizsó Szilvia volt. A televízióból jól ismert újságíró számtalan arcát megmutatta ezen a napon. Nem véletlenül esett moderátorként rá a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány választása, hiszen Krizsó Szilvia is része az alapítványnak. Ő a pártolótagok testületének elnöke. Ennek az egész rendezvénysorozatnak az lehet a jövője, hogy szerepel minél többször a médiában, mert az egyfelől nagyon fontos dolog, hogy szenzációs tudományos kutatás zajlik Szegeden, másfelől viszont ezt el kell jutatni az emberekhez. Nagyon sokaknak fogalmuk nincs arról, hogy milyen tudományos munka folyik laboratóriumokban, különböző kutatócsoportoknál, amelyeknek egyébként a hasznát a mindennapi élet során le tudjuk fölözni. És azt gondolom, hogy a médiában dolgozó valakiként nekem feladatom az, hogy abban segítsek, hogy ez minél több helyen megjelenhessen, hogy minél nagyobb publicitást kapjon. Bert Szakman második Szegeden töltött napja a középiskolásokkal való találkozással kezdődött. Három gimnáziumot keresett fel, olyan iskolákat, ahol hagyományosan erős a kémia, biológia és a nyelvi oktatás. A Ságvári gimnáziumban a frissen elkészült oktatólaborban is megnézhette, hogyan épül be a gyakorlat a képzésbe. So we put some local solution into this liquid to figure it out that if there is an escarch with it. A középiskolai körút második állomása a Radnóti Miklós kísérleti gimnázium volt, ahol szintén szívélyesen fogadták a Nobel-díjas tudóst. As a child, had you ever thought about being famous or inventing something that changes the life of science? Well, I like to play with instruments and develop instruments, you know, this is some people like to do music, I'm hopeless with music, so some people like to do sports, I'm not completely hopeless with sports, but doing experiment was always my preoccupation, you know. A tudós évkönyvbe írt sorai egybecsengenek az iskola mottójával. Sapere aude. Merj tudni, azaz ne féljen senki szembenézni a kihívásokkal. A
középiskolás látogatás harmadik állomása a Deák Ferenc gimnázium volt, ahol a diákok és a tudós között élénk beszélgetés kezdődött könyvekről, hobbiról és a tudományos eredmény által megért sikerről. Cell biology is a very specific field of biology, and what makes it especially fascinating or interesting for you? Because you can resolve the molecular basis of phenomena that are known for 50 to 100 years. The beginning of having laboratories in the school where young students or students can do simple experiments. I mean, it's still in its very beginnings. The most impressive one was in the first school, was financed apparently by the European Commission, and I strongly advise that this should be made general. A Deákból távozó tudós azt is elárulta, hogy a laborok mellett más is nagy hatást gyakorolt rá. I didn't expect a high percentage of very beautiful girls. Yes. Very dangerous. Very dangerous. For the A találkozás nyoma nem csak a filmen, a fotókon marad meg örökre, hanem a diákok, tanárok, egyetemi, alapítványi képviselők emlékezetében is. Meglátja az ember azt, hogy tulajdonképpen olyanok, mint akár nagyszüleink, és nekem mindig az jön le, hogy olyan jó látni őket, hogy boldogsággal tölt el, hogy akár még belőlem is, vagy akár bárki másból, karosszájomból is lehet még Nobel-díjas. Azok a látogatások nem szakadnak meg, amelyek ugye folyamatosan már létrejöttek, hanem egyre inkább bővülni fognak, tehát a Nobel-díjasok és az ő kapcsolatrendszerükben megjelenő szegedi kutatók ezáltal jobb pozícióba kerülnek a jövőt illetően is. Nagyon közvetlen, kedves ember, és érdekli, hogy a diákok mivel foglalkoznak. Én úgy vettem észre, hogy a hallgatók nagyon meglepődtek először, nem is tudták, hogyan viselkedjenek, és amikor látták, hogy úgy mondjam, a Nobel-díjas is egy ember, és közvetlen módon tud beszélgetni, beszámolni az ő munkájáról, akkor oldódott a hangulat, és akkor szabadabban jöttek a kérdések is. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez lenne a célja az egész alapítványi célkitűzésnek is, hogy közel vigyük ezeket a különösen a diákok számára szinte megközelíthetetlen embereket. Nem sokszor adódik az ember életében az, hogy ilyen nagy személyiségekkel és nagy koponyákkal találkozik. Tehát ez rendkívül módon elősegíti az ő motiváltságukat. Mindig jó érzés felfogni, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi, és hogy beszélhetünk velük így. Kicsit több reményt ad arra, hogy nekünk is majd később ezeket a sikereket el lehet érni. Bert szakma, mint filmünk elején felidéztük, őszinte tisztelettel tekint a magyar 56 hőseire. Tavaly tudta meg, hogy a forradalom gyűjtópontja az Egyetem Bölcsészettudományi Karának auditorium maximumában rendezett nagygyűlés volt. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány ezért összehozta egy közös ebéden a tudóst és Kis Tamást, aki a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének egyik alapítója volt Szegeden 1956. október 16-án. A Nyugat-Európában élő kortársaknak, mert ő is azért 14-15 éves volt, tehát sokat hallott róla, és lelkes volt, hogy valami történt itt a vasfüggönyön túl, sok mindent meg kell magyarázni. Tehát csak tiszta forrásból származó információk alapján érti meg azt, hogy mi történt tulajdonképpen 56-ban. Pont azért hoztam neki eredeti hangfelvételt, eredeti fotókat, mert én szeretek mindent dokumentálni, nem csak mesélni, mert ugye 55-60 év távlatából, hát vagy hiszem, vagy nem. De a dokumentumokra nagyon érzékeny volt, és nagyon örült neki.
Tegnap mondtad, hogy forradalmárok. That like mi vagyunk a forradalmárok, lelkes ifjak. Fighting for the incidental, so it's like the young people in Szeged, they were very enthusiastic to start a new area. With ties, you know, you make a revolution with ties. Yes, hogy a nyakkendőbe ment a forradalom. It was a surprise last year that the Hungarian Revolution had a underground in the students' movements. See, I didn't know about that, and I learned about this during my last trip, and was very lucky to meet Tamás Kiss and hear about from the first from the basic source how it all came about. Ne csak fénykép legyen, and to not only to have pictures. Majd meghallgatunk egy 6 perces kis válogatást. There will be a 6 minutes audio. Okay. A Magyar Rádió hangfelvételt készített október 20-án. The Hungarian Radio recording on the 20th of October even. Egy nagyon szimpatikus, nyitott ember. Hozzáteszem, hogy volt alkalmam már nyugati értelmiségiekkel találkozni, és ők általában nyitottak arra, aki megérte korban, hogy mi történt itt anno 56-ban, ez az egyik dolog. A másik kiderült, hogy még egy közös hobbink is van, mert ő is vitorlázik, meg én is vitorlázok, ő ugyan a német tengereken, vagy a német tavakon, én meg a Balatonon. Számomra nagyon szimpatikus ember, nagyon boldog vagyok és örülök neki, hogy megismerhettem emberként is, és azért egy Nobel-díjassal nem mindig találkozik az ember. Az ebédet városnéző séta követte, melynek első állomása a szegedi új zsinagóga volt, melyet 1900 és 1902 között építettek Baumhorn Lipót tervei alapján. A 19.-20. század fordulóján Baumhorn összesen 22 zsinagógát tervezett. Legszebb alkotása a mór-arab-mediterrán elemekkel vegyített, szecessziós stílusú szegedi. Ez Magyarország második, a világ negyedik legnagyobb zsinagógája. A kamera most kicsit elengedi a tudóst, fedezze fel a várost a feleségével együtt, de a nyilvánosság nélkül. A következő állomáson azonban ismét társul szegődünk mellé. A harmadik napon az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark volt a látogatás célja. It's not a beautiful spring day, but we hope you will enjoy today's program, what we planned for you. Okay, great. We have spring here. Yes, flowers. Yes. Bert Szakman tavaly eltöltött már itt egy rövid időt. Akkor nagyon megfogta a park szinte kézzel tapintható múlt idézése. Most egy egész nap jutott arra, hogy végignézhesse a látnivalókat. A séta az Árpád emlékműnél kezdődött, hiszen ez az, ami megadja a hely identitását. Itt ejtették szerét az ország dolgainak a honfoglaló vezérek. That was the center of the old country. Because Hungary was bigger before. Yeah. When they arrived here, and that was the center, so that's why they decided to stop here. Ezen a területen az Árpád kultusz majd évszázadnyira nyúlik vissza. Így nem véletlen az sem, hogy Feszti Árpád monumentális körképét a magyarok bejöveteléről épít helyezték el, olyan kiállításokkal körülvéve, melyek a magyar múlt egy-egy szeletét villantják fel. Az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark egy szakrális hely. Mi ezt a szakralitást szeretnénk átadni Bert Szakman úrnak. Itt nem csak a magyar történelem bemutatása, illetve a magyarság kultúrájának bemutatása történik, hanem az emlékpark egy fontosabb helyennél. Ez a magyarok gyülekező helye, a magyarok találkozó helye is egyben, és nyilván a történelmi úton keresztül szeretnénk bemutatni azt a folyamatot, amely eljutott napjainkig idáig, hogy az emlékpark a nemzeti összetartozás jelképévé is vált. Az emlékpark másik különlegessége a skanzen, ahol a magyar falusi élet helyszínei őrződtek meg a portákkal, a
posta épületével, a községházával, a különböző boltokkal, és természetesen a Klebersberg iskolák olajos padlójú termeivel együtt. Húzza ki magát, álljon szépen! A párja mellé igazítsa ki magát. És már is igazodik a nádpálcához, ilyen egyenes legyen az az oszlop. Itt a Nobel-díjas tudós és felesége ízelítőt kaphatott abból, ahogyan a tanítás folyhatott ezekben az iskolákban annak idején. Most megkérdeztem, hogy féle? Nagyon jó, maga igazán bátor ember. Meg tudom most magát ütni. Oké. Visszafelé haladva az időben a következő állomáson, ismét a honfoglalás korába értünk. És akkor ez volt a női oldal, The women's side, és a férfi oldal, the men's side. És a család férfi oldal. And the boss was sitting here, watching the door. Tudom, ám, most egy egyszerű Nem csak a jurtát szemlélhették meg a vendégek, hanem valódi korabeli étket is megkóstolhattak. A mézes hajdinakása alapanyagát, a hajdinát őseink igencsak kedvelték. Maga a növény botanikailag a keserű fűfélék családjába tartozik. A hétköznapi életben mégis a gabonafélékhez sorolják, mert tisztes magját a búzához hasonlóan fogyasztják. Bitte. Yes. Az emlékparkban tett látogatás faültetéssel zárult. Lassan egész kis erdővé érnek azok a növények, melyek egy-egy híres ember itt létének élő bizonyítékai. Míg Bert Szakman a magyar múlttal ismerkedett ópusztaszeren, addig Szegeden javában folyt a 31. OTDK, orvos és egészségtudományi szekciójának versenyprogramja. 12 pályázóintézmény, 66 szekció, 459 előadás és 180 tagú zsűri. Az ő elhelyezésük komoly logisztikai kihívást jelentett az általános orvostudományi karnak. Az orvos és egészségtudományi szekcióban egy rotációs rendszer van, tehát 2 évente kerül megrendezésre az Országos Tudományos Diákkari Konferencia, és ugye 4 nagy egyetem van, ami orvos és egészségtudományi képzést folytat, és ezek között rotálódik, tehát a debreceni, pécsi, a Semmelweis Egyetem mellett ugye most került sorra a Szeged Egyetemre, legutóbb 8 éve rendezett a Szegedi Tudományi Egyetem ilyen konferenciát ennek megfelelően. Az orvostudomány mellett a fogorvos, a gyógyszerész és az egészségtudományi témák is versengtek ezekben a napokban. A zsűri a szakmai tartalmon, újszerű eredményeken kívül értékelte az előadói stílust, a vitakészséget, a szemléltető eszközök használatát és azt is, a bemutatott eredmények mennyire tekinthetők a versenyző saját munkájának. Megéri tudományos munkát végezni, nagyon sok új kaput nyit meg, igazából az embernek lehetősége adódik arra, hogy kipróbálja magát nem csak egy lokális környezetben, hanem máshol is. És Szegeden itt lenni pedig nagyon-nagyon nagy élmény volt, nagyon élveztem az egészet, minden programon részt vettem, és gratulálok is a szervezőknek. Közel 3000 éves múmiákkal foglalkoztam, és hát különböző elváltozásokat fedeztünk fel mindkét testen, fogszorosodást, mechanikailag sérült fogakat, incsorvadásra utaló jeleket, és reméljük a jövőben egyéb elváltozásokat is, illetve érdekességeket fedezünk majd fel a múmiával kapcsolatban. Ez a mostani verseny volt minden idők legnépesebbje. Annyian vettek részt rajta, mint egy nagyobb nemzetközi konferencián. Életre szóló élmény diákkörösnek, felkészítő tanárnak és bírálónak egyaránt. Aki a tudományos diákkörben részt vesz, az én azt gondolom, hogy definíció szerint kis csoportos oktatást kap, mégpedig egy bizonyos területen rendkívül intenzív módon. Egy témakörrel legalább annyi információt tud összegyűjteni, mint amennyi az oda bizonyos intézetben vagy munkacsoportban rendelkezésre áll, és ez azt gondolom, hogy nem kevés. Ha kicsit előre szaladunk és a végeredményeket tekintjük, a legtöbb díjat a Budapesti Semmelweis Egyetem és a rendező STE AUK hallgatói vihették el. A második díjat nyert Kószó Renáta Lilla,
a Szegedi Tudományi Egyetem általános orvostudományi karára. Szinte hihetetlen, de visszatérve az egésznapos ópusztaszeli kirándulásról, egy kis pihenő után Bert Szakman újra a pulpitusra állt, és előadást tartott az orvoskari érdeklődőknek. Ez már egy teljesen szakmai beszámoló volt azokról a vizsgálódásokról, melyek publikus részét már nyitó előadásában is bemutatta. A beszámoló végén a tudóst azok a kollégák köszöntötték, akik azt a patch-clamp technikát alkalmazzák, mely Bert Szakmannak meghozta a Nobel-díjat. Okay. And finally, there is two videos, because last time you mentioned two experiences from your childhood. One was 56. I could not find a very proper video, but I found a movie which reacted quite well with the love story, the events in 56 in Budapest. And the other one was the World Cup of 54, which was not a great experience for the But I have to say I'm not a football fan. So I even don't know about this so exactly. So maybe I can learn this about this. A Szegeden töltött utolsó napon egy rövid látogatást tett a német Nobel-díjas kutató a Szegedi Biológiai Központban. Az intézmény két ponton is kötődik Szent Györgyi Alberthez. Alapítói között ott találjuk ugyanis azt a Straube Brunót, aki Szent Györgyi tanítványa volt. A másik pont, hogy az SBK 1971-es megnyitásán, 24 éves távollét után személyesen is megjelent az akkor már Amerikában élő tudós. Itt tehát nem véletlen, hogy Szakman is kíváncsi volt a biológiai kutatások magyarországi fellegvárára. Amíg ő, Ormos Pál főigazgatóval váltott pár szót, mi megkerestük az első Szentgyörgyi Talentum díjast. Már általános iskolában, gimnáziumban érdekelt a természettudomány, természettudományok, biológia, fizika egyaránt, sőt igazából nem is tudtam közülük nagyon választani, úgyhogy végül egyetemen is ezt a két szakot vittem, és igazából ott dőlt el, hogy inkább biológiai problémák érdekelnek. Emellett eléggé foglalkoztatott a programozás, hát nem kell túl komoly dologra gondolni, csak amit legtöbb kamaszfiú abban az időben, ugye 90-es években már megjelentek a személyi számítógépek, mégis a mai PC-khez hasonlók, és ez azért fontos, mert később részben emiatt is gondolom azt, hogy bioinformatikával vagy számítógépes biológiával is foglalkoztam, illetve ez a fő módszertan, amit követek. Papp Balázs 1977-ben született Debrecenben. Szülővárosában 2001-ben szerezte meg biológia-fizika tanári és biológus diplomáját. Ugyanebben az évben az Országos Tudományos Diákkori Konferencián első helyezést ért el, és prosciencia aranyéremmel tüntették ki. Doktori tanulmányait az ELTE-n végezte, majd több vezető európai kutatócsoportban dolgozott. 2007-ben tért haza Manchesterből. Hósfai György keresett meg, aki egyébként rokon témakörön dolgozik, és azóta be is indultak közös munkánk velük. Ő keresett meg, hogy van-e kedvem egy új csoportot alapítani, ami akkor egy nagy lehetőség volt, és természetesen az anyagi forrásokat nekem kellett ehhez előteremteni, ez Magyarországon elég megszokott. Emellett persze személyes indítékaim is voltak, hogy visszajöjjek Magyarországra. Papp Balázs az elmúlt években egy születőben lévő új tudományterületen, a rendszerbiológiában végezte kutatásait. Eredményei a legrangosabb szakfolyóiratokban jelentek meg, mint például a Nature vagy a Nature Genetics. Eredményeit a BBC is népszerűsítette. A Faculty Thousands of Biology 4 munkáját a szakma a legrangosabb publikációi közé választotta. Ez gyakorlatilag a sejt működésében szerepet játszó főbb vegyületeknek a egymásba alakulását mutatja. Úgy szoktuk hívni, hogy anyagcsere térkép. Azt mutat, gyakorlatilag egy ilyen áramköri rajza mondjuk egy rádiókészüléknek vagy egy számítógép alaplapnak, és valóban nagyon hasonló funkciót is tölt be, tehát ezzel láthatjuk, hogy a különböző molekulák a sejtekben hogyan áramolnak, hogyan
alakulnak át egymásba. Napjainkban a rendszerbiológia egyik fő kihívása az, hogyan lehet a rendelkezésre álló óriási adattengerből értelmezhető tudást automatizáltan kinyerni, és ez alapján újabb kísérleteket tervezni. Papp Balázsnak és munkatársainak sikere azt bizonyítja, hogy itthon is lehet nemzetközi szinten jelentős kutatást végezni. Igaz, ehhez kell a megfelelő tudásháttér mellett egyfajta anyagi biztonság is, mely mind az egyén, mind a kutatás biztonságát jelenti. A megérkezés pillanatai a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetébe. I have so many stories, it takes about one hour to tell you. A hétvége tehát élményekkel teli volt a tudós és felesége számára. Néhány fotográfia segítségével adunk ízelítőt az egri kirándulásról vagy arról a koncertről, amit a Bartók Emlékházban hallgattak meg. Ez egyébként szintén Bert Szakman kérése volt, hiszen nagy rajongója a magyar és az európai zenetörténet kiemelkedő alakjának, Bartók Bélának. Kitérő után térjünk vissza a Kokiba, melyet 1952-ben azzal a céllal alapítottak, hogy az orvosbiológia terén végezzen magas színvonalú kutatómunkát. Ma ez az egyetlen, kizárólag orvostudományi kutatást folytató intézmény Magyarországon. Ma már Közép-Európa vezető idegtudományi intézeteként tartják számon. Bert Szakman is azért volt kíváncsi a Kokira, mert több kutatójával szoros munkakapcsolat köti össze. Az intézetünk, én úgy gondolom, hogy infrastruktúrális szempontból, személyállományát illetően is, és a vitt témákat illetően is Európának abszolút az élvonalában van. Ezt Szakman professzor is jól tudja, hiszen együttműködéseket is folytatott az intézet egyes kutatóival. Régóta közvetlen szakmai kapcsolatban vagyunk vele, többek között Nusszer Zoltán és Acsádi László révén is. Így természetes dolognak tűnt, hogyha Magyarországon van, akkor el fog látogatni ebbe az intézetbe. De eddig még nem történt meg, sajnálatos módon, pedig többször terveztük, de valahogy mindig úgy alakult a program, hogy erre nem került sor. Úgyhogy most a szegedieknek hálásak vagyunk, hogy sikerült úgy megszervezni a programját, hogy Budapesten is most el fog tudni tölteni legalább egy napot, és abból egy pár órát itt nálunk. That is such a marvelous opportunity for the young scientists to see you and to listen to you. And also here in Semmelweis, there's a lot of interest. Many people from our institute are looking forward to hear your talk. And also in this building, I think you've never been here. I've never been here. Bert Szakman és felesége magyarországi látogatásának utolsó helyszíne a Semmelweis Egyetem volt. Itt szintén előadást tartott érdeklődő orvostan hallgatóknak. A zsúfolásig megtelt teremben arról értekezett a professzor, hol születnek az agyban a döntések, milyen sejtek játszanak ebben szerepet. A példa itt is az egér volt, és az a kérdés, az agy mely részében születik meg az az elhatározás, hogy ugorjon-e vagy sem egyik oldalról a másikra. A vendéget fogadó rektor helyettes szerint minden intézmény törekszik arra, hogy egy-egy ilyen látogatást megszervezzen. Ezek a találkozások, még ha villanásnyiak is, nagy hatással vannak a karrierjük elején álló fiatalokra. Én eddig két olyan meetinget szerveztem, ahova ebbe az épületben Nobel-díjas kutatót sikerült meghívnunk. Ez volt a második, 5 év adtuk át az épületet, úgyhogy 5 év alatt 2 Nobel-díjas vendégünk volt az én meghívásomra itt. Úgyhogy azért ez egy nem akármilyen, nem hétköznapi
történés, hanem ez valóban egy kivételes alkalom, és azt hiszem megmutatkozott a hallgatóság érdeklődésén is, mert még a lépcsőn is ültek a hallgatók. Ez egybecseng Fráj Tamás személyes tapasztalatával. 23-24 éves voltam, amikor Oxfordban dolgozhattam, és a labort meglátogatta Francis Crick, talán egyik legnevesebb Nobel-díjas a biológia területén, és megmutathattam neki a saját legfrissebb eredményeimet, meghallgathattam lelkes kommentárjait hozzá, és hogy benne ezek az eredmények micsoda új gondolatokat indítottak el. Hát ez egy 23 éves fiatal kutató palánta számára, ez egy óriási élmény, egy fantasztikus motiváció, hogy az ő eredményei az még egy ilyen Nobel-díjas tudós számára is valami érdekeset hozott és valamit jelent. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány már a tovább lépésen gondolkodik. Az egy-egy eseményhez kapcsolódó Nobel-díjas látogatások szervezése és a Szentgyörgyi Talentumok díjazása mellett egy tehetséggondozó program is körvonalazódik. Egy olyan iskola, mely a középiskolától a szenior kutatóvá válásig egyengeti a fiatal tehetségek útját. Nem az a művészet, ha egyszer az ember ide tud csábítani valakit, hanem ezt folyamatosan meg tudja tenni. Tehát az nekem is egy óriási élmény volt, vagy mindenkinek, hogy ez nem csak egy évfordulós esemény lett, hanem ezt követően elindítottunk valamit, és már megvan Áron Csihanover, a következő Nobel-díjas, aki jönni fog hozzánk. Tehát beindult valami olyan fajta tudomány, tudás, intellektuális áramlás Szeged, illetve Magyarország fel, ami rendkívül fontos, és legfőképp fontos a fiataloknak. Tehát óriási élményben volt részük a gimnazistáknak, amikor ellátogatott a Szeged vezető gimnáziumba, az egyetemistáknak, elment laboratóriumokba, azokba a laboratóriumokba, amelyekbe az ő módszerét használják, ott beszélgetett a diákokkal, PhD hallgatókkal. Ez egy olyan maradandó élmény nekik, egy olyan lehetőség, ami talán az egész pályafutásokat meg tudja változtatni. Tehát az, hogy Szegedre ilyen szintű tudósokat tudunk csábítani, és őket közel tudjuk hozni a Szeged feltörekvő fiataljaival, ennek óriási értéke van. Ha már a jövőnél tartunk, az is biztosnak tűnik, találkozhatunk még Szeged utcáin Bert Szakmannal. If you have a chance, would you come back here? Absolutely, absolutely, I would come back with my wife, explore more the environment, and maybe make some scientific connections, depending on mutual interests. But I'll definitely would like to come back at some stage. 2013 áprilisának első hetében egy Nobel-díjas járt Szegeden. Látogatásának hiteles krónikáját látták. Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.